Mérnökök, informatikusok és nyelveket jól beszélő pénzügyesek találnak leggyorsabban állást Magyarországon. A többi diák, aki kikerül az egyetemről, már nehezebb helyzetben van. Magyarországon ugyanis csaknem 650 ezeren keresnek jelenleg is munkát. Az RTL híradó utána járt, hogyan lehet kitűnni a tömegből, például a Magyarországon még kevésbé ismert videós önéletrajzzal. A szöveget sem bízzák a véletlenre. A diákok mobiltelefonos sógógépről olvassák, amit korábban megírtak magukról, bele a kamerába, semmi flanc, csak fehér háttér. Így készül a videós önéletrajz. Ez a lány Olaszországba szánja a videót, amit a jelentkezéshez csatol. Reméli, hogy ezzel is kitűnik a jelentkezők tömegéből, és könnyebben behívják állásinterjúra. Azt mondja, a szóbeszéddel ellentétben külföldön sem egyszerű állást találni. Az önéletrajzom mellé egy ilyen videórezumét is csatolok, és úgy küldöm el a cégeknek, akkor nagyobb eséllyel fognak állásinterjúra hívni. Miért? Mert ebben sokkal több információ van egyáltalán, hogy hogy nézek ki, hogy hogyan beszélek, hogy mosolygok-e. Hát én angolul is vettem fel, ugye külföldi, szerintem külföldi cégekhez előny mindenképp. Volt már olyan honlapon, ahol én láttam, hogy esetleg lehet videót is csatolni. Nem tudom, hogy Magyarországon erre mondjuk mennyire nyitottak. A Corvinus Egyetem karrier irodájának vezetője szerint a mai gazdasági környezetben különösen nehéz helyzetben vannak a végzős diákok. Ezért is fontos, hogy az álláskereséskor kitűnjenek a tömegből. Első interjút tud kiváltani, 2-3 perces rövid bemutatkozás, amit egyébként különböző korszerű eszközökkel lehet elküldeni, meg lehet őrizni saját Facebook oldalra, YouTube-ra, bárhova, weblapra föl lehet tölteni. Karrier tanácsadók szerint elengedhetetlen, hogy a diák jó önéletrajzot és helyesírási hibáktól mentes motivációs levelet írjon. Az állásinterjú megfelelően kommunikáljon, és előtte ellenőrizze a saját közösségi oldalain fent lévő adatait, fotóit és videóit.